Úgy gondolom, több ezer paksi nevében írom ezt a levelet. Évek óta áldatlan állapotok uralkodnak a temetőben. Ha valaki idős, nehezen mozgó rokonával érkezik, sokszor vidékről, képtelen megközelíteni szeretteinek sírját. Egy elhanyagolt, rozsdás, dróthálós kapuval szembesül, rajta lánc, lakat. A Fehérvári úti temetővel kapcsolatos panaszát levélben írta meg nekünk egyik nézőnk, de telefonon is érkezett megkeresés szerkesztőségünkbe ugyancsak a zárt temetőkapu kapcsán. Val Margitot otthonában kerestük fel. Július 5-én édesapámmal szerettem volna bejutni a paksi Fehérvár úti temetőbe. A nagy kapu zárva volt. A kapura ki van írva, hogy hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig nyitva van. Én elmentem még a virágboltba, mert kicsit korábban voltunk, de többen voltunk és várták, hogy kinyissák a kaput. Elmentem a virágboltba, visszajöttem, nem volt nyitva a kapu. Egy ott a táblán lévő telefonszámot felhívtam. Elég arrogánsan válaszolt nekem a fiatal ember, hogy se a evangélikus temető, se a református temetőbe nem lehet bemenni autóval. Miért szeretnék ide bemenni? Margit akkor is elmondta, hogy 90 éves édesapja nem tud járni, fia síremlékét csak a temető útjáról szerette volna megnézni, erre azonban nem adódott lehetőség, mivel nem tudtak behajtani gépkocsival. A katolikus temető üzemeltetője a Gyertyalánk temetkezési Kft., melynek tulajdonosa az érem másik oldaláról beszélt. Panaszok érkeztek hozzánk, hogy sírokról vázák, mécsesek tűnnek el. Sajnos volt olyan eset is, hogy olyan mértékű rongálás is történt, hogy bronzbetűket letörtek síremlékről. Valószínű, hogy színesfém hulladékértékesítés lett a vége, és így a nagy többség érdekeit figyelembe véve döntöttünk, hogy bezárjuk ezt a temetőt is, hiszen ezeket a dolgokat, ezeket a tárgyakat nem gyalogos temető látogatók viszik el. A másik üzemeltető által említett probléma, hogy a helyiekkel ellentétben bejelentés, egyeztetés nélkül dolgoztak a temetőben vidéki sírkövesek, megszegve a szabályokat, nem tisztelve a rendet. Ezen munkák után mázsás sírkőelemek, törmelék maradt a helyszínen, a környező sírok tulajdonosainak is bosszúságot okozva. A bezárt temetőkapu megakadályozza, hogy egyeztetés nélkül végezhessenek ott munkát. A város, én úgy gondolom, megtett mindent a temetők érdekében, hiszen például a ominózus fehérvárüti temetőnél is az alsó, illetve a felső végén is korrektül parkolók vannak kialakítva. Nem olyan nagyok ezek a temetők, hogy nem lehet gyalogosan megközelíteni. És sajnos ugye a sírok elrendezése az idők folyamán úgy alakult ki, hogy amúgy sem lehet oda menni. Tehát egy mozgásában erősen korlátozott személy nem tud oda menni sokszor a saját sírjához is, vagy nagyon nagy segítséggel tud oda menni. A tulajdonos megoldási javaslatként a telefonos megkeresést ajánlja. Elérhetősége a bejárat melletti táblán olvasható. Esetenként, ha tudunk, rendelkezésre állunk, kinyitjuk. Természetes, hogy próbálunk segíteni, de ezt nem tudjuk felvállalni, hogy minden esetben ott legyünk. A temető kiskapuk alkalmasak arra, hogy kerekesszékkel, tolókocsival, elektromos kiskocsival simán közlekedni tudnak az emberek probléma nélkül. Azok egyébként a nyitvatartási időn túl is nyitva vannak. Felmerült problémaként az is, hogy a temetőkapun nem fér be a kerekesszék. Botta György ezt saját édesapjának példájával cáfolta. Kényelmes világot élünk, és sajnos megszokták itt ezt, hogy ez mindig nyitva van, de ezek a problémák miatt nem tudjuk ezt fenntartani, a temetői rendet be kell tartani, és ez a nagy többség érdeke. A Fehérvári úti temető nagykapuja tehát a továbbiakban is zárva marad.